Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bükler András, a Soproni Hitközség elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Sziasztok. És civilben, meg Magyarország egyik legnagyobb kiadójának és üzlethálózatának kiadó. Kommunikációs vezetője. Így aztán, mindazt önök tudják, a zsidók a könyv népe, úgyhogy hitközségvezetés meg könyv, ez tulajdonképpen akár együtt is mehet. Szia András, jó reggelt jó kívánok! Reggelt. Mi újság Sopronban? Műsorság Sopronban? Nehéz éveken vagyunk túl, de nagyon sikeres éveken vagyunk túl. Az elmúlt két évben sikerült a soproni zsidó közösséget nagyjából újra szervezni. Ugye tudni kell, hogy Sopronban háború után nagyon kis közösség tért vissza. Az egykori 2000-2500 fős közösségből kevesebb, mint 200-an tértek vissza a háború után, de ez egy nagyon vallásilag homogén közösségé vált a háború után, és egy ortodox főrabbival kezdték újra szervezni a közösséget, de Citron Rabbi egy olyan hihetetlen nagy formátumú rabbi volt ott a 40-es évek végén, hogy 53-ban felrendelték Budapestre ide a Kazinci utcába, hogy legyen ő az ortodox vallási bíróság vezetője, Áv Bész Dín. Úgyhogy neki 53-ban fel kellett jönnie Pestre, és az ő lányának a férje, a Krausz rabbi lett Sopronban a rabbi, aki 56-ban távozott az Egyesült Államok felé. 56-ban ő egy őszi éjszakán kapott egy fülest, hogy másnap jön érte az ávó, és elindult nyugatra. De 56 óta nincs állandó rabbi Sopronban, így a közösség egy nagyon sokféle, nagyon kevés ismeretanyaggal rendelkező közösségé vált az elmúlt évtizedekben. Most az elmúlt években arra figyeltünk, hogy újra szervezzük egy zsidó közösség alapjait. Először rendbe hoztuk a temetőt, hogy a hevrakad is, akármennyire is ez egy mini hevra, de azért legyen rendben, a halott mosdatótól a koporsókig, a halottas ruhától a temetőig legyen minden halakikusan rendben. Tehát mind ahogy valaha őseink megírták, és a szokásjuk, hogy először ha valahol letelepülünk, igen, akkor hevrad, legyen egy, igen, hevra. Igen. Rendbe hoztuk, gyakorlatilag egy imatermünk van, és amellett van egy pici közösségi konyha, azt rendbe hoztuk, hogy tényleg a kóserság az ne csak egy emlék legyen, hanem most már bármikor lehet kóserételt előállítani, melegíteni bármit. Létrehoztuk az imatermünket, gyakorlatilag újra szerveztük, ugyan volt egy régi tóránk. Kósertóra is van már? Van már kósertóra is, és van már egy saját kis könyvtárunk, és van már egy tanulószoba, egy imaszoba. És elkezdtünk dolgozni a várossal, egy nagyon befogadó, őszintén azt gondolom, hogy a zsidó közösséget nagyon kedvelő városról beszélünk. Ugye Sopron egyik különlegessége, hogy mondjuk Prágához hasonlóan van két középkori zsinagógája a városnak. Az egyik mind a két... itt van benne, ha jól emlékszem. Nem, már nem, mind a két zsinagóga ma már látogatható, az egyikben egy kis kiállítás van azokról a soproniakról, akik valaha mondjuk úgy sokat tettek a városért, a város kereskedelmi életében, kulturális életében, bármilyen területen adtak valamit a város társadalmának. Róluk van egy kiállítás, és a másik középkori zsinagóga pedig ugyanúgy látogatható, és ott egy picit a zsidó élet kellékeit mutatják. És mi van ezekben az épületekben, ezeken a kiállításokon kívül? Ezeken kívül semmi, de szerencsére már mind a kettő látogatható szabadon. Mi, mint hitközség, minden évben egyszer-egyszer ezekben imádkozunk. Ugye az az furcsa helyzet állt elő, hogy azok, akik még élnek és még látták a háború előtti soproni zsidó életet és annak a hihetetlen intenzív és izgalmas vallási, kulturális életet. Ugye volt olyan időszak a háború előtt, amikor Sopronban egyszerre 5 rabbi praktizált, és volt zsidó iskola, külön kénye volt a Hashomer HaTzairnak, komoly rabbinikus művek születtek a városba, de azok, akik erre az időszakra még emlékeznek, mondjuk úgy túlélők, ők nem is tudtak akkor még a középkori zsinagógákról, hisz azokat csak a 60-as években tárták föl, és jöttek rá, hogy azok vannak, és ásták ki, és hozták helyre. Úgyhogy most egy ilyen fura helyzetben vagyunk, hogy a régi soproni, a túlélők, a háború előtti zsidó élet utolsó krónikásai, azok egy olyan környezetbe kerültek be, amit ők nem is ismertek, hisz ezek az 1300-as évektől kezdve élték virágkorukat ezek a zsinagógák. És most évente legalább egyszer, most idén sikerült már kétszer ezekben imádkozni. Hát nem fűthető épületek ezek, tehát csak nyáron tudunk benne dolgozni. De most szeptember elején a Lauder iskolából jött le közel 100
látogatónk, akik csütörtöktől vasárnapig egy hosszabb sabáton töltöttek velünk, és megismerve végigjárhattuk, hogy milyen volt az ortodox zsinagoga, a neológus zsinagoga helye, az iskola, és mégis hogy működött egy zsidó közösség egykoron, és hogy működik ma egy vidéki kis zsidó közösség. Nagyon fontos, hogy amit itt Pestről képzelünk zsidóságról, annak a könnyű megélése az mennyire más vidéken, ahol egyszerűen csomó minden nem áll a rendelkezésünkre. Nekünk sok munkánk van most benne a soproni hitközség vezetőségével, előjáróival, hogy ez ismét egy élhető és egy aktív zsidó közösség legyen. Volt ott egy nagyon aktív, volt szállodaigazgató, aki Szegedről visszatért Sopronba, aki próbálta. Igen. Ő már meghalt. Most is van egy szállodaigazgató, aki rém aktív. A környéken csak szállodaigazgató van. De van, igen. Hát nagyon nehéz, miután nem nagyon volt lehetősége a helyi érdeklődőknek, mondjuk úgy, megtalálni a gyökereiket. Az elmúlt években próbáltunk nagyon sok oktatási programot beindítani, hát nem árulok el nagy titkot, hogy amikor én először látogattam Sopronba, akkor az ima világa senkit nem igazán izgatott. Hatott meg. De igen, gyakorlatilag Zsoltáról Zsoltára, ima részletről ima részletre, hétről hétre újra tanultuk, vagy újra felfedeztük azt, hogy egy péntek esti liturgia nagyjából mit jelent. És mi egy nagyon nyitott közösség vagyunk, azt gondoljuk, hogy aki közénk akar tartozni, az jöjjön. Nagyon szigorúan veszük azt, hogy ki lehet a hitközségnek valójában a tagja, és ki az, aki tehát vannak pártolottagok, és vannak a hálás szerint is pontosan, zsidók, akik pontosan. Ettől függetlenül mi boldogok vagyunk, hogyha bárki jön, és érdeklődők rendszeresen jönnek, és mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenki számára ez elérhető és megismerhető legyen. És van egy másik része a zsidó életnek, ami pedig egyfajta halakikus alapokon nyugszik. Te például hogy vitelezed ki, hogy pénteken délután megindul Sopronba? És... Én már péntek reggel megindulok Sopronba. És ott vagyok hétvégén, persze. Értem, hát ez nem lehet egy könnyű dolog. Nem, de ez egy olyan város, ahol most vasárnap este az első Rosh Hashanah estéjén az egykori ortodox zsinagógában voltunk, és a város polgármestere ott volt, és az esemény legelején beszédet mondott. És azért azt gondolom, hogy viszonylag kevés olyan zsinagóga van ma Magyarországon, ahol a város polgármestere nyitja meg az újévi ünnepséget. Az újévi megemlékezés, az újévi istentisztelet, azt hiszem, hogy Székesfehérvárral vagyunk még itt. Székesfehérvár is nagyon igen, szeretné igen. Rendbe hozni és talpra állítani a zsinagógát és a zsidó életet. És érdekes, hogy ezekben a virágzó városokban a II. Világháború gaztettei következményében 70 évig csak épp úgy, és most meg... megindul újból. És most megvan, azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak egy zsidó jelleg. Ma nagyon fontos mindenki számára, hogy valamilyen típusú közösséghez tartozhasson. És országszerte igen, mikroközösségek, kisközösségek, ahol valami érték mentén szerveződhetnek emberek, azok nagyon menők és nagyon fontosak. Andis, én nagyjából ismerem a te képességeidet, és sok mindenhez értesz, de rabbi még nem azt voltál. Kilejnol, kiolvas föl a Tórából, vagy héberül azért már tudsz olvasni, tehát akkor fogod és felolvasod. Az a része, hogy imádkozzunk, azt meg tudjuk oldani. Pár héttel ezelőtt Dov Lévi volt lent velünk, aki egy ortodox rabbi. Meg kell hagyni, hogy nagyon óvatosan kezelem azt, hogy nehogy elijedjenek. Hogy nehogy elijedjenek egyrészt, másrészt, hogy amikor imádkozunk, és amikor valójában hierarchikusan, hogy is mondjam, szabályozott dolgokról van szó, akkor ebben én nagyon szigorú vagyok, tehát akkor mondunk kádist, ha biztosan kóser minnyen van, és akkor mondjuk az ima bizonyos alkatrészeit, amikor... Nézőim kedvére mondom, a kóser minnyen alatt azt érti vendégem, hogyha 10 olyan férfi van, aki a halaká szerint zsidó anyától származik, Ábrahám szövetségébe föl van véve, és ha Isten ne adj gér, akkor minimum gér cedek, tehát a halaká szerint és a megfelelő pecsétek rajta vannak a papírjaim. Miután ez tényleg egy új jelenség, hogy imádkozunk, így nagyon figyelünk arra, hogy ezek teljesen tisztességesen van egy ilyen héber szólás, hogy inkvár aszkár, ha már, akkor ha már. Már. Pontosan. Ennyit a soproni közösségről. Mégis, hogyha valaki Sopronba idáig otthon imádkozott, és nem jutott el hozzá a hír, hol talál meg titeket? Leginkább a Facebookon talál meg minket, de Sopronba ma már azon, hogy mindenki tudja, hogy hol keressen minket. Sopron nincs messze a magyar oszták határtól, igen. És televíziónkat, ez egy határokon túlnyúló televízió, nevetni fogsz világszerte, mert
kapunk, először is van egy statisztikánk, amit az Antenna Hungária segítségével, azt is tudjuk, hogy például különböző kütyükön, Argentinába, Jeruzsálembe, hol ki mennyi ideig nézett minket, és hatalmas a nézettségünk határon túl is, főleg az elcsúszás miatt az ismétlésekbe. Tehát a határon túl, akik a környékről szeretnének menni. Jönnek, van most már 2-3 olyan magyar családunk, akik a határ túloldalán, tehát Burgenlandban élnek, és nekik közelebb van Sopron, mint Bécs mondjuk, és amúgy is magyarul tudnak jobban, tehát fontos nekik, hogy egy ilyen közösséghez tartoznak, úgyhogy abszolút működik, hogy gyakorlatilag egy régiós zsidó közösség. Ugye Mosonmagyaróváron van hitközség, Kőszegen van egyfajta zsidó közösség, és Szombathelyen. Úgyhogy velük is sokat dolgozunk együtt, de jönnek Ausztriából is családok. Nagyon klassz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 15 percben megpróbáltuk bemutatni Bükler Andrást, akit önök már ismernek, de úgy, mint a soproni hitközség, neológ hitközség elnökét, és neológ vagy nem neológ, ha minnyen van, akkor az kóser, úgyhogy ha a környéken vannak, akkor pénteken ugorjanak rá. Ha más nem egy kadisra, meg jó ismerkedni a helyiekkel, higgyék el, érdekes. Érdekes olyan emberekkel találkozni, aki hosszú évek után visszatérnek és újra tanulják a történelmet. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szabad Csabát. Szabad Csabát.